gyerekek sétálnak be a Lengő Heringető nevű attractionünkhöz, ami így néz ki. Kampos csőrű, cirkuszi harkály, vagy nem tudom. Hello. Jó napot kívánok. Ön gondolom a szamuráj közösségének szent templomából érkezett. Látom azért liheg rendesen. Sziasztok, ez itt a Skylab, én Benji vagyok, ez pedig Technoscope Park, mégpedig a Roller Coaster Tycoon 3 című játékban. Ez egy elég régi játék, de nem baj, folytatjuk a végigjátszását, hiszen ingyen volt, nehogy már. Itt van Mr. Chigus, és hát kiderült, hogy van egy csomó minden, most kaptunk egy új attrakciót, amit lerakhatunk, de ezt most nem fogjuk lerakni, mert kiderült, hogy van egy csomó minden, amivel dekorálhatjuk a parkunkat. Itt volt, például van gigászi méhecske. Tehát ezzel tudjuk rémizgetni a betévedő gyermekeket. Most ehhez nem biztos, hogy van kedvem. Nézzük, mi van még itt. Ez, fúj, ez de undorító. Na ez mi lehet? Ez mi a gyökér? Nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni. Úgy látjuk, hogy itt azért van sorban állás rendesen. Közel sem annyian várnak a sorban, mint én azt szeretném, hogy várjanak. Pedig az árak azok elég magasok. Lehet, hogy pont azért. Hát, vigyük le háromra. Vigyük le háromra ezt is, vigyük le, hát ez mondjuk kettőn van, úgyhogy ezen nincs mit levinni. Ez jó, ez három is felem marad. És itt a Balloon Shop van egy ilyen Luffy bolt. Hát ebből semmi, tehát ez csak mínuszba visz. Tehát ebből még semmi bevételünk nem származik. Kérdés, hogy ezekből származik-e bevétel? De ezekből se származik. Miért nem? Rossz helyre raktam őket? Nincsen az embereknek kedvük idáig eljönni. Vagy nincsen toalett, ahol ki tudják nyomni, miután elfogyasztották. Lehet ez a probléma. Úgy lerakok gyorsan klötyót. Van itt egy ATM, ezt lerakom. Lehet, hogy az a baj, hogy nincs készpénzük. Ide szeretném rakni, hogy ehhez... Ja, hogy ez olyan, hogy minden irányból hozzá lehet férni. Aha, értem már. Mit szálltak, a szökőkút helyére raknánk a jó kis ATM-et így? Sokkal szebb. Tehát belépsz, és hát már a pénzedre lenne szükség, tehát itt föl is tudod venni. Csinálj egy olyat, egy ilyen körképet, hogy megnézzük, hogy melyik ride hogyan teljesít. Tehát azt látjuk, hogy ennek elég jó a bevétel, és elég sokan is vannak rajta. Úgyhogy szépen fölvisszük négyre a belépőjét. Itt van egy másik ride, ezen is elég sokan vannak, lehet, hogy azért, mert a bejárathoz raktam, és akkor lehet ide még a bejárathoz kéne 2-3 ride, mert annyi azért elférne, és szerintem az elmúlt időkben unlockoltunk ki annyit, hogy tudjunk válogatni közülük. Úgyhogy ide 3-4 ride-ot, vagy 2-3 ride-ot be fogunk mindjárt helyezni. Valamint ide is fogunk rakni. Ugyanis itt, akik kijönnek, ugye itt a bejárat, és hát itt a kijáratot át kell rakni ide, hogy ide jöjjenek ki, és akkor közel lesznek a következő ride-hoz. Aha, ezt fogjuk megcsinálni. Csak azt akartam megnézni, hogy ennek a karbantartása az hogy áll. 30 percenként 80%, 80% és 10 perc múlva jön, ami elég jó arány. És akkor inkább csinálok egy olyat, hogy átépítjük ennek a kijáratát ide. Ennek a kijárata az... Na látod, itt már jönnek ki egy csomó, mert fölment az ára. Itt is mennek ki egy csomó, mert fölment az ára. De hát ez van. Csórikáim mennek haza. Na, ennek annyira nem örülnek, bár a like-dislike arány az még elég magas ehhez képest. Tényleg úgy itt föl lehet rá ülni. Ki lehet próbálni. Anyád az a Lance Flair. Hát ez megszédít rendesen, hallod? Most be is csukom a szemem. Ez szédítős azért. Azt kéne megnézni, hogy a kiárat... Tehát azt hogyan tudjuk átrakni. Most nyilván, ha valami módosítást hajtunk végre rajta, akkor ez a sok ember, ez mind ki fog menni. De ez minket nem izgat, mert elég nézszerű ez a hely ahhoz, hogy pikpak újra termelődjenek a érdeklődők. És akkor ezt útügyileg fogjuk elvezetni. Szépen... Ide bele, így. Rakunk le egy kis kerítést. Itt kéne majd még valami mókásat rakni, dísz tekintetébe. Rakjuk le ide ezt az undorító, ez nem is tudom, mint nagyon undorító. Egy ilyen szalonnás cukor bal fent, jobb alul penészes cukor, egy ilyen banáncuc, és egy uborkás, meg egy ilyen rózsaszín. Ez az uborkás, ilyen uborka színű, ilyen uborka jellegű, tehát a jellegét tekintve uborkás. Most azon gondolkozom, hogy egy hullámvasutat lehetne lerakni, mert kiderült, hogy vannak olyan, tehát ez van, ezt használjuk mi, ez a 3500-as.
lehetne egy ilyet, ez még jó drága. Szóval kiderült, hogy itt vannak presetek, tehát alapból megépített hullámvasút opciók, például ilyen bazinagy. Úristen, ez bazinagy lesz. Nézzük csak meg. Aha, oda néz. Hát ez egy gigászi. Mennyibe is kerül? Nem nagyon látom, a 15 ezer. Úristen, erre pénzünk sincs. Van ilyen Titanic, ez mi? Ja, ez a vízi, ezek ilyen vízi attractionök. Szóval maradjunk a sima hullámvasutaknál. És hát nekem ez tetszik, de erre nincs pénzünk. Erre lenne még pénzünk. De ez gyerekeknek van. Úgyhogy arra most nem lesz pénzünk, mert nem akarom, hogy gyerekek legyen, gyerekeknek nincs pénzük. Felnőtteknek akarom eladni a Vidámparkon, mert ők azok, akik jó sokat fognak majd fizetni. Úgyhogy valami olyan ride kéne, ami felnőtteknek szól. Kérdés az, hogy van-e ilyen? Márpedig ez utazás. Ugye a múltkor azt mondtam, hogy ez hullámvasút, de nem ez utazás. Úgyhogy ebből építünk egy vonatot. Két megállója lesz, a park bejáratán az itt az egyik, és a park hátsó részén a másik, ezeknél a ride-oknál. Úgyhogy ez egy ilyen parkon belül közlekedő vonat. Fogom magam, és erre fog elindulni. Innen. Hát, aha, vagy innen. Hát legyen mondjuk innen, biztonságosabb. Mit szanáltok, ha előtte mentenénk egyet, hogyha valamit elcseszünk, akkor ne a pénztárcánk bánja. Remélem lesz rá pénzünk, hogy ezt ki tudjuk építeni megfelelően. Ah, hát akkor igazából itt nem is kell kattintgatni, mert ugyan kitál a játék, hogy itt kattintgatva tudod irányítani. Ugye? Ja, hát nem, mert mondjuk a kanyart az kell. Így. És akkor ezt egyenesítsük ki. Így. És akkor most csináljunk egy olyat, hogy balra kanyarodjon, de egyenesen kéne mennie, tehát nem fölfele. Vagy ez egyene? Ez egyene? Aha, így. Ez azt hiszem szintben marad, így. Aha, ez király. És itt is menne egyenesen. Aha, na, alakul. És akkor azt kéne, hogy ezt elvezetjük, hát nem tudom, hol. Mert ez itt a nagy kérdés. Mert ide is szeretnék attraction, ide is szeretnék attraction. Az én javaslatom, hogy ide kéne bevezetni. Mert innen el tudnak menni könnyen a hullámvasútig is gyalog, innen el tudnak menni könnyen eddig a kettő attractionig is gyalog, és ha majd itt lesz, akkor ide is el tudnak menni. Úgyhogy ide fogom bevezetni, ehhez viszont az kell, hogy ezt az utat kibővítsük a duplájára. És itt, amint látjátok, az út közepén van egy kuka. Valaki képes volt mellé hányni, de hát ez van. A vendégek mindenek előtt. Úristen, ez egy ilyen ride, erről nem volt szó. Hát ez jól kipörget. Szóval üljünk rá itt. Úristen. Hát kapom a pofámba egy vasrudat. A rozsdás is egy pöppe. Oh, hello haver! Az állkapcsoddal tört... Hol vagy? Az állkapcsoddal történt valami, csak óvatosan. Hello. Jó napot kívánok. Ön gondolom a szamuráj közösségének szent templomából érkezett. Látom azért liheg rendesen. Na király, körbeért a dolog. Most már csak ezt kéne odébb rakni, amit nem tudom, hogy lehetséges egyáltalán. Na most már csak egy bejáratot kell neki lerakni, és meg is nyithatjuk a nagy közönség előtt. Beszűkültünk, pedig olyan nagy ez a park. Bár annyira nem is nagy igazából, de így is sikerült beszűkülnünk ide. Na sikerült felhúznunk a monorailt, ami elvisz ide. Nyilván ott még megállója nincs, de mindjárt lesz. Csak kiderült, hogy ellenben azzal, ahogy én gondoltam, ennek kell plusz egy hely a bejárathoz a platform elé. És itt beszűkültünk, tehát itt ide már nem fog elférni. Ha csak nem ide rakom, de hát oda nem tudom rakni. Úgyhogy vagy azt tudjuk csinálni, hogy ezt az egész részt itt átalakítjuk, vagy az egész monorailt átépítjük. De mivel 10 percet szívtam ezzel a monorail építgetéssel, ezért azt most inkább nem rombolnám le. Ellenben ezzel, amit nem én építettem, hanem maga a játék. Úgyhogy fogom magam, és lerombolom ezt. És akkor most, ha minden igaz, már tudunk rakni bejáratot a monorailünkhöz. Ha itt lesz, itt van a bejáratunk. Ezt lerakom ide. Most már van egy bejáratunk a monorailhez. Az a kérdés, hogy ha kijárat is szükséges. Kijárat az ide kéne lerakni, de ahhoz feltétlenül kell még egy peron. Úgyhogy visszamegyünk a... ez a játék kicsit bonyolult ez a építés, vagy bonyolultabb ez az építgetés, mint én azt alapból gondoltam eleinte. De nem baj, mert csak belejövünk. Mondjuk azt, hogy ez egy tesztpark, és akkor elkezdünk egy sandbox módot ezt követően, hiszen amúgy sem jártak nagyon most így a pénzkezelésekhez, és ott ugye égtelen pénzed van, engem igazából az érdekel, hogy milyen parkot tudunk építeni. Lerakunk még két peron mondjuk, és akkor ezzel a... majd nem lesz problémánk. Meg ide is egyet, így. És akkor már van három peronunk, ezeket a részeket itt leromboljuk,
És akkor ide csinálunk egy kiáratot. Mit szóltok? És akkor a kiárat lesz közelebb a bejárathoz, mármint a parknak a bejáratához, hogy aki hazajön, vagy aki onnan kijön, innen, az már egyből haza tudjon menni a bejárathoz, meg egy kicsit kelljen gyalogolni, ez szerintem így a logikus. Ja, még mindig nem raktunk le WC-t amúgy, ha jól tudom. Aha, még nem raktunk le WC-t, és valószínűleg azért nincs bevétele a kajárdánknak. Úgyhogy a WC-t is ide a bejárathoz fogjuk lerakni. Hát mondjuk így ide. Ez mi? Ez a WC? Ezen a rácson keresztül kell bebrunyálni? Oh shit, hát ez füstöl, ez nem jó. Ez miért füstöl? Nincs karbantartva rendesen? Miért nincs karbantartva? Ja, ott jön a karbantartó. Hát ezt karban kell tartani, haver. 60%-on van. Fél óránként ellenőrzi, mondjuk a legutóbbi ellenőrzés az 34 perce volt, tehát valamiért nem ellenőrizte. És 60%-on van, és meghibásodott, na mindegy. Gondolom ez az, hogy mennyi esély van meghibásodásra, de hát a 40% az is valami. A 40% esély, úgyhogy... Hogy a Himbi Limbi, na igen, itt írja is, hogy a Himbi Limbi az most megjavította a bácsi. Az a kérdés, hogy fölbéreljünk-e még egy karbantartót, avagy sem. Én azt javaslom, hogy inkább béreljünk föl, mert aztán a továbbiakban ebből probléma lehet. Csak vezessük el a utunkat a WC-hez, mit szóltok? A faszikánk jó ráérősen bandukol, aminek nem örülök, mert feltételezem rövidesen szükség lehet rá, ez például 70%-on van, mit mondtunk, ez 68-on, tehát ez is bármikor lerobbanhat, bár elvileg 8 perce működött. Fölbérlünk egy ilyen pandát, aki a gyerekeket tudja majd ijeszgetni. Ők valamiért szomorúak, tegyük le ide eléjük, és nézzük meg, hogy miért szomorúak. Jó, hát a pandánk az már is átolvad 3 gyereken kapásból. Úristen, vigyázzatok, a panda belétek olvad! Fúj, aztán megvakarja a kulázóját. Szóval éhesek és szomjasak. Valószínűleg azért, mert elfelejtettük kinyitni a parkban az étkezdéket. Vagy ezek nyitva vannak? Nem, nincsenek nyitva, zárva van az összes. Az előző rész óta, gyerekek. De hát ilyen profi gameplay-es vagyok, hogy zárva hagyom véletlenül. Van még esetleg valami, amit zárva hagytunk, például a WC. Aha, az is zárva van. Tehát amit leraksz, azt meg kell nyitni. Valószínűleg ugye az ATM-ünk is zárva volt, hál' Istennek azt már leszedtük. Úgyhogy fogjuk magunkat, és azt is kinyitjuk. Úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy valaki, hogy itt végigfogtátok a fejeteket. Első segély helyet is rakjunk le, és el ne felejtsük kinyitni. Mondjuk ilyen biztonsági helyre, mondjuk ide. Vagy mondjuk a bejárathoz, hogy amint belépnek, tudják, hogy itt azért elég nagy a biztonság. Mondjuk ide. Még ezt érdemes lett volna úgy, hogy errefele forduljon. Most mindjárt ki fog derülni, hogy persze lehet mozgatni a lehelyezett tereptárgyakat, én meg itt lerombolom mindig. De majd arra is fény derül idővel. Na itt lesz a biztonsági helyünk. És még ide bejárathoz egy ATM-et le kéne helyezni, már látom is, hogy hova. Nem látom mégse, mert oda nem lehet. A játék nem fogja engedni, viszont cserébe látok egy másik helyet. Ide fogjuk lehelyezni. Jó, hát egyre csúnyább a park, azt meg kell hagyni. Tehát másodpercről másodpercre csúnyul. Zárjuk már be a kullantónak az adatait. Cserébe viszont másodpercről másodpercre valószínűleg nő a bevételünk, amit nem tudunk, mert még nem néztük meg, hogy állunk pénzügyileg. Most már van a bejáratnál ATM. Na nézzük, hogy meg lehet nyitni a monorailt. Még mindig nem lehet megnyitni. Nem elég hosszú az állomás, ami azért furcsa, mert 3 hosszúságú az összes állomás. És feltételezem, az első állomásnál nem is lehet, de lehet mind a kettőt bővíteni. Jó van. Akkor bővítsük az állomások hosszát, mit szóltok? Tehát most már tudjuk, hogy ilyen jó hosszú izé kell neki. Először csináljunk most már ide. Ó, hát ez ilyen bazi nagy. Basszus. Valamiért azt hittem, hogy ez ilyen tök kicsi izé lesz. Nézz oda. Most ha már ennyit melóztunk vele, akkor üljünk már rá. Na, ez király. Ó, de izgi. Mondjuk a kilátás az olyan, amilyen. De akkor nézzünk előre. És... Ez király, elvisz szépen oda a park többi attrakciójához. Ja, ezt akkor ezek szerint nagyobb, sokkal nagyobb távokra érdemes beállítani, bár én azért azt mondom, hogy itt egy megálló, meg itt lesz majd még egy megálló. Az úgy elég nagy táv, ezt majd a továbbiakban bővítjük. Elég sok helyet foglal, sajnos, ahhoz képest, hogy annyira nem effektív.
De ha megnézed, hogy ilyen pici egy ember, és mondjuk ki akarja próbálni azt, akkor ide végig le kell gyalogolnia. Én még azt hiszem az is olyan, hogy gyaloglás közben meg tud kajálni, vagy valami. De azért szerintem nem, tehát rossznak nem nevezhető ez a layout, amit mi ennél a parknál használunk szerintem. Viszont ez még csak tesztmeneten van, úgyhogy nyissuk meg a nagy közönség előtt is. És az árát lőjük be valahogy úgy, hát az $1 az jó. Mert ugye olyan, hogy izé, hát akinek nincs pénz, az gyalogoljon, akinek meg van $1, azért mégsem egy ride, érted? Igen, mindenki arra panaszkodik, hogy túl sokan használják a WC-t, amit nem csak egy ekkora parkban, egy ekkora kis izé budi van. Úgyhogy le fogunk rakni még 2-3 WC-t. Azért, hogy ebből ne legyen probléma. Mondjuk lerakok ide egyet így a nyilvánosságnak, és most lerakok még egyet. Mondjuk ide, mert itt nagyon sokan okádnak össze-vissza ugye. És már van 3 budi, 2 itt elől, egy meg ott hátul. Még ide lehetne egyet, csak akkor már nagyon-nagyon sok... Aha, jó, muszáj lesz. Elő vagy utóbb úgyis eljön az a pillanat, amikor ide kell lehelyeznünk a WC-t, úgyhogy fogjuk magunkat és lehelyezzük most. És mondjuk így a kiárat, vagy a bejárat, hát azért annyira ne legyünk izé kretének, hogy a bejárat az rakjuk, hanem így ide. Nem tudom miért van, lehet minden oldalról bemenni, mindegy. Most körbeépítettem, és akkor már ezt is építsük körbe. Mit szóltak, ha erről az oldalról is körbeépítenénk? Így. Aha, az így elég királyul néz ki. Vagy akkor ilyen külön blokkokba lesz a WC, itt is. És akkor ezt is így kerítsük el egy picit. Bár mondjuk ez itt eléggé le van záró, úgyhogy hogy nyílik az ajtaja, mint valami nagyon high-end. Nézd meg, mint valami nagyon high-end távolsági busznak. Közben úgy kialakoltuk egy ilyet. Ez egy bazi nagy attraction, ennek nagyon örülünk, mert tudnék attractionök hiányában szenvedünk, illetve azoknak hiány vagyunk. És az a kérdés, hogy hova rakjuk le. Szeretnék majd ide egy jó nagy hullámvasutat, mert megnézegettem a hullámvasút preseteket, és ilyen bazi nagyok vannak csak, úgyhogy maradunk itt az attractionök tekintetében. Hát ide pont nem fér be. Még ide beférne, ez elég nagy helyet foglal. Ez miért foglal ilyen bazi nagy helyet vajon? Ja, mert ez valószínűleg, aha, ez pörög mindenfelé. Ez pörög mindenfelé. Úgyhogy... lehet csak ide kéne. Ide csak begyömöszöljük valahogy, nem? Mondjuk így. Ide pedig rakunk szemetest, valamint ilyen boldogító dolgokat, növényeket, stb. Tehát azt mondtuk, hogy ide egy szemetes, ide is egy szemetes, hogy abból ne legyen hiány. Hát azért ide is lerakok egyet, meg egyébként ha itt tartunk, ide is lerakok kettőt, hogy ne ott dobálják el a kulát. Ide is lerakok egyet, hogy ebből ne legyen baj, meg a Luffy-ssal szembe is. Padokat is rakjunk le, hogyha valaki rosszul érzi magát, vagy nem tudom, meg ide. És akkor most jön az a rész, amikor ezt a parkot, vagy ezt a attraction-t megnyitjuk. Mondjuk ez hajt jobbra-balra, nézzük csak meg a kamera nézetbe, hol is van? Jaj, ne, már szívülök. Tekintem, hogy van más kamera nézet is, aha. Ez mi? Ja, itt tudunk az attractionök között váltogatni. Úristen, ez mi ez, ami ilyen magasra visz? Jesus! Mondjuk jó messzire el lehet átlátni, ez jó. Ja, ez az agyba lövő cucc. Már elfejtettem a nevét. És akkor nyomassunk egy olyat, hogy ezt átnevezzük. Átneveztük lengő heringetőre. Ez lesz mától a lengő heringető. Hát most épp nem leng a heringető, de meg nem is hering van a tetején, hanem egy ilyen kacsa, vagy mi a rák ez. Cirkuszi, kampos csőrű, cirkuszi harkály, vagy nem tudom. De lengőnek heringet, úgyhogy ennyi a lényeg. Na szépen alad a park. Nem vagyunk valami helytakarékosak, tehát ide maximum egy kisebb attraction befér meg talán még ide. De aztán így ennyi, tehát ez a monorail, ez így rengeteg helyet foglal, amit nagyon sajnálok. Főleg az, hogy ezek a kanyarok, de most már mindegy. Aha, tehát valószínűleg az lesz, hogy majd, hogyha itt ezt betöltöttük, meg egy kicsit játszottuk, kicsit kitapasztaltuk a játékot, akkor indítunk egy olyan gameplayt, ami úgy fog kinézni, hogy a monorail az itt körbe, a szélén fog menni körbe. Lesz egy körút, és ott lesznek belül az attractionök. És akkor lesz mondjuk középen maximum egy út, hogy aki itt van, annak ne kelljen az egészet megkerülni, hanem itt keresztbe át tudjon szaladni, aztán szevasz. Úgyhogy ez lesz, de ez már csak a sandbox módba, ahol ugye szabadon csinálhatsz azt, amit akarsz. Mivel nagyjából kezdem ismerni a mechanikáját a játéknak.
Na mindegy, ebben a részben ennyi fért, nagyon sokat szarakodtam a monorail-lel, úgyhogy az vitt el csomó mindent, és mivel koncentráltam, mint az atom, ezért azokat a jeleneteket ki kellett vágjam, de hát ez van, mínuszba megyünk, mint a rák, ami szomorú, de majd a pénzügyi dolgokkal foglalkozunk lehet a következő részben. Amúgy most nézem, hogy a lengő heringető az már be is krepált, aminek annyira nem örülök, hogy őszinte legyek. Úgyhogy én Benji voltam, ha tetszett, lájkolt, ha nem, akkor nem csodálom. Találkozunk hamarosan, sziasztok!